Csanián Szú pár napja osztott meg egy új kutatási anyagot a Twitteren, amiben egy egylépéses képátalakító módszert mutat be, amely képes szöveges utasítások alapján képeket generálni vagy módosítani. Ez egy egylépéses modell, a módszer egy előre betanított diffúziós modellt használ, amely egyetlen lépésben képes képeket átalakítani, generálni, ezért ez a hihetetlen gyors sebesség struktúra megőrzés. A modell képes megőrizni az eredeti kép struktúráját, miközben realisztikus eredményeket hoz létre, gyors és hatékony az új architektúra lehetővé teszi, a gyors és hatékony kép átalakítást, ami ideális, valós idejű alkalmazásokkor. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok, az NPR pintér csatornától, és szeretném nektek most ezt a kutatási anyagot bemutatni. Hoppá, kicsit sok lett a fény. Itt látjátok Gianni ansu a Twitter bejegyzését, vagy X bejegyzését, ahol megosztja ezt a kutatási anyagot. Itt eh, megosztja még azt is velünk, hogy nem csak arra lehet használni, hogy például rajzoljunk, ilyen hihetetlen gyorsan, valós időben szinte, hanem nagyon jó kép-kép átalakításra is, például arra, hogyha szeretnénk átalakítani egy nappali fotót éjszakaivá, vagy szeretnénk megváltoztatni az időjárást, és le szeretnénk törölni, vagy hozzá szeretnénk adni plusz. Tehát ha mondjuk tiszta időjárás volt, és szeretnénk, ha úgy nézzen ki, mint ha eset van az eső, akkor azt is nagyon könnyen hozzá tudjuk adni. Rengeteg lehetőséget megosztottak, hogy hogyan is lehet ezt használni. Természetesen közzétették a kutatási anyagot, amit elérhetünk, és el tudjuk olvasni, hogy mi is ez az egész, a technikai hátterét, hogy miben más, mint az eddigiek. A, az Emperor Pintja YouTube csatornán már találkozhatok hasonlóval, ez a rajzoi valós időben realisztikus képeket többek között ez a videó szólt róla, meg még jó pár másik, ez az LCM-et használta, ezt a látens konzisztencia modellt, amivel nagyon gyorsan lehetett képeket generálni pár lépésben, az hat lépéses volt, ez csak egy lépéses úgyhogy elméletek egy kicsit nagyobb sebességet ér el, bár minőségben nem biztos, hogy megüti azt a szintet, de azért így kezdésnek nem rossz. Kamenduru természetesen szinte azonnal elkészítette hozzá a Google Kolabos jegyzetfüzetet, ezt majd úgy szintén be fogom mutatni, közzétették számunkra a GitHubos kódot, ez is elérhető most már, illetve ma is már jó pár frissítés is volt róla, azért vártam még egy kicsit, mert problémákba ütköztem a telepítéskor, de ezeket a hibákat már javították, fel tudjuk önálló alkalmazásként telepíteni a saját gépünkre. Illetve közzétettek egy Hugging Faces demót is, és a komment féle Google Kolabos jegyzetfizetet, azt itt érjük el, illetve most jelent meg, pár órája a konfiúájos felhasználási lehetőség. Nézzük is sorra akkor ezeket, hogy hogyan kell használni a különféle demókat. Ezek mind teljes értékű demók, természetesen csak én hívom egyszerűen demóknak őket. Kezdjük mondjuk a legegyszerűbbel, ez a Hugging Faces weboldal, amit természetesen a linkjét megosztom majd a videó leírásában, tehát onnan könnyen elérhetitek rajzoljunk mondjuk egy, mi legyen, egy macskát. Beírjátok ide a szöveges promptot, itt ki tudjátok választani a stílust, elég hosszú listából, hogy milyen stílusban generálja a képet. Itt, ha kiválasztatok egy stílust, akkor automatikusan a prompt style template mezőbe átíródik ez a rész, és kiegészíti mindenféle információval. Itt figyeljetek oda, nehogy töröljétek ezt a részt, ahol kapcsolat ott van a prompt, mert az húzza be innen a felső részből a promptunkat. A sketch guidance az azt szabja meg, hogy mennyire vegye igénybe, vagy mennyire hasonlítson arra, amit mi rajzoltunk, mennyire engedünk neki szabadságfokot, minden inkább hasonlít rá, annál inkább marad ilyen ceruzarajz, minden inkább elengedjük neki a lehetőségeit, illetve a variációs lehetőségeket, a képzeletét, annál inkább látványosabb lesz a kép, viszont annál inkább eltér az eredeti rajzolt struktúrától. Jó, akkor mondjuk, hogy futtatás itt középen, és innen bekukucskál egy macska oldalról. Az ennek egy szép fejet, füleket. És itt is a macska. Ennyi volt. Tehát hihetetlen gyorsan dolgozik, pillanatok alatt megrajzolja az adott képet, amit szeretnénk. Itt a szeme, itt a szája, és ott is a cica. Persze érdekes, mert a macskának az arca az nem felénk néz, tehát ez nem feltétlenül fedi azt a bizonyos valóságot, ahogy így iderajzoltuk. Ezen természetesen tudunk állítani egy kicsit, így már láthatólag felénk nézve, hogy a sketch guidance-t levettem, viszont akkor nem felt, igen, itt szétesik szegénke, ha pedig magasabb értékre állítom, új, ez egy háromszemű macska lett, akkor nagyon-nagyon akkor hasonlít, talán hát el tudunk találni egy olyan pontot, ahol még élvezhető a minőség. De nagyon hasonlít a mi rajzunkhoz, hogy merre néz az a cica, talán itt az a 0,6-es érték, 0,55, mondjuk le 0,5-re, még azt mondom, hogy ez is. 0,46, mondjuk legyen ne fantáziált, hanem legyen mondjuk fotográfia. Ah, hát ez nagyon nem sikerült neki, legyen cinematik, egy élethű macskán szeretnénk. Uh -huh. Beírjuk, hogy világos nappal van. Újrafuttatás gomb. Ah, hát akkor beírjuk azt, hogy fehér macska, Hoppá, kicsit Hát, ah, így... Nem rossz. Nem rossz. Kicsit furcsa, de úgy felénk néz. Fogjuk rá. Lejjebb viszem ezt az értéket. Hát, ha segít. Á, igen, itt már kezd elfordulni. Nézzük meg valami teljesen másikat. Mondjuk rajzoljunk egy házat. Egy, egy vörös ház kertel rajzolunk egy csodaszép házat, rettentő nagy bonyolultsággal rajzolunk egy kéményt is, és kész is. Itt a vörös ház. Ez gyors volt. Pillanatok alatt legenerált ez a cinematik, nem tetszik nekem, átmegyek mondjuk a digitál árra. Hát, hogy jobb minőségű kimenetet kapunk. Igen, ú, de jó, ez nagyon jó lett. Ez, tehát, hogy döbbenetes, ez a sebesség, amiket el lehet érni. Az LCM-nél is láttuk, hogy mennyire gyorsan lehet úgy tervezni, hogy szinte real-time-ban látod a végeredményt. Aha, most, hogy itt ránegyítottam, eltűnt az, az, amit rajzoltam. Nagyon szuper, akkor újra rajzolunk egy házikót. Mondjuk ez a ház legyen egy bonyolultabb. Igen, nagyon jó lett. Ide rajzolunk egy ajtót. ide írjuk, hogy legyen itt mondjuk egy fa. Reméljük, hogy tényleg erre fogja hinni, hogy ez az, amit fának rajzoltam. Egy vörös ház fával. Vegyük figyelembe azt, hogy a hugging faces tökéletes, nagyon jó, nagyon jó. A hugging faces demót mások is használják, tehát hogy ennél azért sokkal gyorsabb ez. Azért lassult most be, itt egy picit lehetett látni, hogy ott éppen sorban állunk, és más is használja ugyanezt az erőforrást, tehát hogyha a saját gépeden használod, akkor ennél jóval gyorsabban fog rajzolni. Hogyha szeretnéd lementeni a képet, amit generáltál, akkor jobb gomb képmentés másként el le tudod menteni. Nézzük is meg, hogy mekkora lett ez a kép. Ez egy 512x512 pixeles felbontású kép, és az, kell, hogy mondjam, szerintem elég jó lett ekkora sebességgel ilyet generálni, teljesen követi a promptot, amit megadtunk neki. Rajzoljunk neki egy ilyen tetőt. Kémény ide, kémény oda. Lássuk, hogy mennyire követi a rajzolási stílusomat. Jó, jó, elég jó lett. Elég jó lett. az mondjuk legyen egy zöld fa, amit oda rajzol, és ne ilyen narancsárgás. Ott a zöld fa. Tehát látjátok, ahogy a promptot módosítottuk, azonnal a generálás során már módosul is az, amit ott látunk. ez szóval, hogyha beszínezem, akkor egy törzse lesz a fának vajon, vagy marad ilyen furcsa. Vagy csak a körvonalakat nézi, és ez nem számít. Mindjárt kiderül, Hát igen, furcsa maradt. Úgyhogy inkább csak a külső vonalakat nézte. Ez nem számított neki, hogy így rajzoltam meg. Igen, igen, így fura a fa. Leradírozzuk. Most leradírozza az egészet. Ó, ez is várólistás. Nem. Ez egy teljesen új alapot. A fa az egy darab vonal lesz. Jaj. Ó, ez a sor állás. Ezért fogjuk megnézni, hogyan tudjuk telepíteni a saját gépünkre. Jó, most jó lett. Teljesen jó. Nézzük is meg akkor a következő demót. A következő demo, amit szeretnék bemutatni, az a Kamenduru féle. Kamen Doru egy nagyon ismert felhasználó a Twitteren, aki különféle kutatási anyagokhoz képzít Google kolabos jegyzetfüzeteket, azaz lehetővé teszi, hogy távoli számítógépeken használjuk, anélkül, hogy a mi erőforrásainkat használnánk, tehát egyáltalán nem szükséges ahhoz, hogy erős gépünk legyen, a böngészőben egy weboldalon tudjuk ezeket használni. Itt látjátok, ő is megosztott egy kis videót, ahol éppen rajzol egy hölgyet, és pillanatok alatt legenerálja Tökéletesen jól néz ki, és tényleg követi a promptot. Tehát nagyon jó lett. Nézzük akkor meg, hogy hogyan tudjuk használni. Meg kell nyitni a Kamenduru-nak a GitHub weboldalát, ahol látunk majd egy kék nyomógombot, link természetesen ott lesz a videó leírásában. Erre a kék nyomógombra rákattintunk, és ez megnyitja a Google Colabot, ahol megnyílik egy jegyzetfüzet. Ez a Google Kolabos jegyzetfüzet, ezt úgy tudjuk használni, ha van Google accountunk, tehát mindössze annyi a dolgunk, hogy bejelentkezzünk, nem kell előfizetést használni. Előfordulhat, hogy azt írja ki nagyon-nagyon ritkán, hogy nem rendelkezik elég erőforrással, amit ki tudna nekünk osztani. És akkor várjunk egy kicsit, és próbáljuk meg fél óra órával később. Nagyon egyszerű a használata, itt van egy Play gomb, erre rá kell kattintani, cella futtatása, mi azt mondjuk, hogy mégis futtatom, letölti a megfelelő kódokat, telepíti a megfelelő könyvtárakat, ezekkel nekünk nem kell foglalkozni, mert szépen a háttérben mindent elvégez, semmiféle programozási ismeret nem kell hozzá. Látjátok, a sebessége hihetetlenül nagy, nem véletlenül, hiszen nem a mi internetünk sebességét használja, hanem a Google szerverei és a többi szerver között történik az adatforgalom, ahonnan éppen letölti azokat a csomagokat, azokat a fájlokat, amire szüksége van, és amikor lefutott, akkor kapunk majd egy linket, amin keresztül elérjük ezt a jegyzetfüzetet. Figyeltek oda, hogy a jegyzetfüzet nem örök életű, tehát pár óráig működik, a futtatókörnyezet után általában elmegy alvó módba, és legtovább 72 órán keresztül működik, utána törlődik az egész, semmi probléma, újra megnyitjátok ezt a linket, és megint rákattintatok itt a Play gombra, megint letölti, ami szükséges, és újra tudjátok használni. Ezért nagyon fontos, mivel eltűnik és leáll a futtató környezet egy idő után, hogyha nem használjátok, hogy mindig mentsétek azokat az anyagokat, amiket előállítatok vele, soha ne hagyjátok ott magába, mert utána nem fogjátok tudni letölteni azt, amit generáltatok. Be is töltöttek a fájlok, amikor letöltöttek, ezt annan tudjuk, hogy kapunk két URL címet, amit tudunk használni. Mindenféleképp arra kattintsunk, hogy running on public URL, ez a .gradio.live végű URL cím, rákattintunk, megnyílik egy weboldal, és meg is kaptuk a grafikus demót, amit az előbb a hugging face láthattunk. Ez pontosan ugyanaz a demo, de ezt csak mi magunk fogjuk használni senki más nem használja ezt az erőforrást. Figyeljünk oda, hogy ne osszuk meg másokkal ezt a Gradio live címet, hanem a jegyzetfüzetnek az URL címét osszuk meg, a videó leírásában persze benne lesz, illetve benne lesz Commandurunak is a GitHub oldala, ahonnan ugyanúgy elérhetjük a kép kék gomb lenyomásával. Nézzük meg most, ezzel is rajzoljunk valamit, mondjuk legyen akkor egy virág, Mehet a futtatás. És már op generált is valamit, bár ez nem pont olyan lett, amit én szerettem volna. Jó, ez megvan. Ez tökéletesen megoldotta. Legyen mondjuk uh, sárga virág te egy ilyen és már rajzolja is újra, ott van a sárga virágunk. Igen, a bal nagyon tudott mit kezdeni, mert nem mondanám, hogy kifejezetten szép lett, a, a semminél azért jobb lett, de látjátok, hogy nagyon szép képet kaptunk ebből a nagyon kis béna rajzból is. Próbáljunk itt is mondjuk egy házat rajzolni, Jó, hogy legyen egy zöld ház. Legyen mondjuk egy ilyen. Ilyen nagyon fura alakú. Így. Legyen rajta ablak, ajtó. Ez egy üvegház lett. <laughs> Jó, hogy ne, nem, nem, nem úgy green ház. Akkor legyen egy, ez is egy vörös ház. Lehet, hogy egy kicsit úgy értem ezt a greenhouse-t, hogy az egy meleg ház. Aha, hát ház. Igazából <laughs> amilyen lett a rajz. Olyan futurisztikus lett a kimenete is. Hát ilyen digitál egy kicsit jobbat fogunk kapni. Igen, jó lett. Jó, oké. Írjuk be, hogy világos nappal van. Hát az egy kicsit segít rajta, hogy ne ennyire sötét legyen. Igen, jó lett! Szerintem jó, de írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mekkora tehetségem van a rajzoláshoz. Mentségemre legyen mondva, nincs digipadom, tehát az egérrel próbáltam ezeket a gombaházakat most megrajzolni, de szerintem jól használható. Tehát, hogy ennyi volt mindössze a Google-apos jegyzetfizetnek a próbálja, tehát látjátok, nagyon egyszerű, egyszerűen a cella futtatására kell rákattintani, itt legfelül, és megvárni, amíg letölti a megfelelő fájlokat, majd utána rá kell kattintani a gradio.live végű URL címre, és már tudjátok is használni ezt a rajzeszközt. Ebben az a jó hogyha ezt a Radio live os linket megnyitjátok mondjuk egy tableten, is van hozzá ceruzátok, mondjuk egy Apple Pencil, akkor azon is tudtok rajzolni. Szerintem ott is működik, e, mindenfekébb érdemes kipróbálni, lehet, hogy most ki is próbálom, egy pillanat meg is nézem, hogy működik-e. Szuper, tökéletesen jól használható. Itt láthatjátok az iPad-en, már amennyire látni, hogy azonnal le is generálta a házat, megnyitom ezt a weboldal címet, rajzolok, és élőben rajzolja is a házat, amit éppen szeretnék, teljesen mindegy, azért mégis könnyebb egy Apple pencil rajzolni, mint az egérrel, és szuper jó használható. Tehát ezt mindenféleképp ajánlom nektek, hogy ha van ilyen eszközötök, egy Samsung tablet, vagy egy iPad akkor próbáljátok ki és rajzoljátok így vele, mert hihetetlen gyorsan lehet rajzolni, és azonnal látjátok a végeredményt, a szöveges promptot ugyanúgy tudjátok módosítani, beírtak a beviteli mezőbe egy másik szöveget, és már akkor az alapján generálódik a kép. A képet pedig le tudjátok úgy szintén menteni, hosszan nyomoljuk majd mondjuk az iPad-en, és mentés a fotókba, és amit készítettél már egyből le is mentetted. A következő demo, amit megnézünk, az az, hogy hogyan lehet feltelepíteni a saját számítógépünkre. Itt van a GitHub-on megosztották a teljes kódot, és ezt kellene letölteni a saját gépünkre. Ahhoz, hogy le tudjuk tölteni és tudjuk futtatni, mindenféleképp szükségünk van arra, hogy a Python programnyelv telepítve legyen a gépünkön, illetve uh, kell egy uh, konda rendszer, ami azért jó, mert hogyha a saját kis homokozót készítünk neki, akkor nem fog bezavarni más alkalmazásoknak. Tehát egy ilyen kis e saját futtatók környezete lesz majd. Természetesen ezeknek a linkét is belekom a leírásba. A Python-t innen a getpython.org-ról lehet letölteni. Én a 3.10-es változatot ajánlom, vagy a, mondjuk a 3.11-est. A 3.12-est nem ajánlom letöltésre, mert nagyon sok ö, mesterséges intelligencia -e a problémázik vele kapcsolatban, tehát nem tetszik neki. Maradjatok a 310-es vagy a 11-es ágnál a gitet is le kell tölteni, de hogyha már a csatornán néztetek videókat, akkor ott láthattátok, hogy szinte mindenhez kell, tehát valószínűleg már feltelepítettétek a gépre, ha bármit is telepítettek -e a, a Githubon keresztül. És itt az Anaconda, én ezt szoktam használni, ennek van olyan változata is, ami sokkal kevesebb helyet foglal, az a Miniconda, azt is le lehet tölteni, és azzal is létre lehet hozni ezt a virtuális környezetet. Itt, hogyha lejjebb scrollosztok, nem ez nem az, ezen az oldalon, ha lejjebb scrollosztok, akkor látjátok, hogy hogyan kell telepíteni, és itt még-még lejjebb megyek, csak a legelején lemaradt, a legelején le kell klónozni a számítógépünkre, tehát annyi a dolgunk, hogy belemegyünk abban a mappába, ahova szeretnénk lementeni, ott nyitunk egy parancsoli ablakot a CMD parancsa, hogyha Windows intézőt használtak, akkor fent az URL sorba írjátok be a CMD-n, megnyomjátok az Enter-t. És utána itt a következő parancsot kell kiadni. Git szünet clone szünet, és oda azt a linket kell bemásolni, amit itt láthatunk legfelül a zöld gombnál. A zöld gombra kattintunk, és kimásoljuk ezt a linket, ami itt van, az image image turbo-nál, Ezt ide bekopizzuk, és leütjük az enter -t. Ez pár másodperc alatt le fog futni, le fogja tölteni azt a kódot a számítógépünkre, amit ők itt megosztottak. Hogyha ez megvolt, a következő parancs, amit ki kell adnunk, az már itt látható is az oldalukon, amivel létrehozzuk ezt a futtatókörnyezetet. Hol van? Itt van. Ez egy különleges futtatókörnyezet létrehozás lesz, mert már ők létrehoztak egy környezeti beállításokat tartalmazó config fájlt, és ezt fogjuk felhasználni arra, hogy létrehozzuk a környezetet. Tehát eltérő módon attól, ahogy eddig csináltuk, más videókban, itt így kell, ezt a parancsot kell kiadni, hogy conda env create-f environment.yaml, ugye ezt azután adjuk értelmszerűen, miután beleléptünk a mappába, amit létrehozott az előbbi git klónos parancs, tehát itt fogjuk kiadni ezt a parancsot, Konda env create-f environment.jl file, ez létrehoz egy virtuális környezetet az alapján, a fájl alapján, amit ott letöltött az előbb, és hogyha ezt szeretnénk aktiválni, akkor a következő a Tendőnk, honda activate image to image kötél turbo, Bármikor, amikor futtatni akarjuk ezt az image to image et a gépünkön, nyissuk meg a parancsoli ablakot, írjuk be azt, hogy conda activate image to image kötője turbo, majd, hogyha ez megvolt, látjátok, hogy itt a promptunk legelején ide kiírta azt, hogy most már ezt a környezetet használja, utána pedig ki kell adni ezt a következő parancsot, hogy gradió szünet gradió rákattintunk, és el is indul. Esetleg elképzelhető, hogy letölt majd pár modellt, amit használni fog. Ez eltartad egy ideig, de ez csak a legelső indításkor fog megtörténni, a következő indításkor már nem fog letölteni fájlokat. Egy 525 megabajtos sketch to image fájlt tölt le, az azért elég gyorsan le tud tölteni bárkinek az internetén. Miután megvolt és elindítottuk, látjátok, hogy itt létre is hozott egy URL címet, ez nekünk jó lesz, ez a belsős URL cím, 1207.0017.860, ezt megnyitjuk egy böngészőben, és már meg is jelenik számunkra ez a felület. Itt ugyanúgy tudjuk használni, mint a már bemutatott Hugging Fészes demon, vagy a Google Google demon. Látjátok, hogy azt mondtam, hogy egy mágikus erdőben egy lépcső, futtatás És a saját gépen is elég gyorsan fut. Nekem egy Nvidia 3060-as videokártyám van. Mindjárt meg is nézem, hogy körülbelül mennyi memóriát fogyaszthat. Most elég sok memória fogyasztásom van, de szerintem azért, mert elég sok minden mást is futtatok. Igen, szerintem benne ragadt az előző ConfuIOS modell, és... Azt nem törlődött ki a memóriából. Ezért ez a 10 GB az elég erős lenne ilyen pici modellfájra. Nézzük meg még egyszer, hogy lássatok, hogy milyen sebességgel dolgozik. Megrajzolom itt a lépcsősort. És kész is. Körülbelül 1,3 másodperc alatt le is generálta a képet. Tehát tényleg hihetetlen sebességgel dolgozik. Jó, itt a ház. Talán még gyorsabb is, mint a google Club, ugye? Szerintetek is? Szerintem sokkal gyorsabb, mint a google Club. Jobb gépen van, mint amit ők adnak nekünk ott. Tehát látszik, hogy hihetetlen sebességgel tudja megrajzolni ezeket, amiket szeretnénk. És már követi is a rajzot. Nagyon jó. Tehát nagyon, nagyon gyorsan generálja elképesztő sebességen. Szerintem egy picit talán még gyorsabb is, mint az LCM-es generálás volt, ez a pix to pix Turbo, és megfelelő minőségű ahhoz, hogy élvezhető legyen és használható legyen a kimenete. Arra például tökéletesen jó, hogyha létrehoztak egy ilyet, és a gyereketek szeretne rajzolni, akkor rajzolni ugyanúgy rajzol, akár az egérrel, akár a már előbb említett viszont a végeredménye az egy olyan Elég valósághűnek tűnő kép lesz, mint amit ott láthattok a jobb oldalon. A következő demó, amit szeretnék bemutatni, az a konfigurálós demó. A konfigurálja, hogyha még nem találkoztatok, akkor ez egy grafikus felület a Stable Diffusion képgeneráláshoz, illetve sok-sok más modellhez is. Nem csak erre jó, hanem akár szövegeket is tudunk vele generálni, videókat generálni tett nagyon-nagyon sok mindenhez jó. Ez egy ö, Grafikus felületet ad az egésznek, egy csomópont alapú rendszer, a telepítőjéről megtaláljátok a videót a YouTube csatornán, ennek a videónak a leírásába is majd belinkelem, hogy hogyan kell feltelepíteni a saját gépetekre. A következő képen tudjuk telepíteni, itt van a GitHub-os linkje, természetesen ez is nyílt forráskódú open source, amivel ki kell egészíteni az alap Conf ui ez egy plusz csomópontot ad hozzá, hogy tudjuk használni. Nézzük is meg, hogy hogyan működik. Itt van a kódunk, itt rákattintunk, azt mondjuk, hogy másolás, és utána belemegyünk a ConfUI-nak a mappájába a konfi belül bemegyünk a custom nodes és ott azt mondjuk, hogy nyitunk egy parancsori ablakot, hogy lássatok, hogy mit írok be, git, clone, és utána itt a linkje ennek a turbónak, majd megnyomjátok az entert, és letölti a kódját, és létrehozza ezt az új kiegészítést a Confi hoz Ezután nincs más dolgotok, mint elindítani a Confi t és hogyha elindult, akkor már be is fogja ezt olvasni, és lehet is használni. El is indítom a UI-t. Amint elindult, utána el fog tűnni ez a Reconnecting gomb, tehát lehet is használni. És utána nincsen más dolgotok, mint a Custom nodes ban ami létrejött mappa, ezáltal, hogy az előbb klónoztáltak a ConfuAI Image to Image Turbo, abban lesz egy olyan fájl, aminek az a neve, hogy wf.json, és ezt a wf fájt, ezt húzzátok ide be a ConfUI munkaterületére, és ez betölti azt a workflow-t, amivel lehet generálni így képet az Image to Image-el. Nézzük is meg, hogy hogy működik. Itt a jobb oldalon van egy ilyen, hogy Extra Options, ezt kapcsoljátok be, és ut alatta után megjelenik egy plusz autókve jelölő négyzet, azt is kapcsoljátok be, és utána kattintsatok a kvere, és most, hogyha rajzoltok, akkor minden változás után automatikusan le fog futni. Ide felülre beírtam, hogy egy házról van szó, és szépen elkezdenék rajzolni, de nem engedi, úgyhogy akkor ráfrissítek, semmi gond, újra, behúztuk a munkafolyamatot, jó, újra futtatjuk. Arra figyeljünk oda, hogy úgy működik a legjobban, hogyha fehér színű a háttér, itt van egy ilyen background felirat, itt, erre rákattintok, azt mondom, hogy fehér a háttér, és arra fekete színnel fogok rajzolni. itt a házikonk, ez legyen mondjuk egy vörös ház, és látjátok, hogy azonnal létre is jött a ház, tehát pillanatok alatt megrajzoltam, de ugyanaz beírhatom, mint beírtuk az előzőnél is, mondjuk, hogy vörös ház egy fával, és akkor megrajzoljuk itt a fát, hoppá, kicsit furcsa lett, itt a fa, ott van a fa. Igen, tehát ez nagyon-nagyon ez gyorsan rajzol, ugyanúgy itt a gamma értékkel lehet állítani azt, hogy mennyire legyen az eredetihez hasonló és mekkora képzelőerőt engedünk meg a számára, itt látjátok, hogy lejjebb az értéket, ugye akkor nagyobb lett ez a képzelő erő, és egy, mindjárt egy látványosabb képet kaptunk. Érdemes amúgy átmásolni azt a promptot, amit ők használtak a Hugging Faces demóba. Ezt fogom, és kimásolom innen. És ide berakjuk. És ide a prompt helyére pedig beírjuk azt, hogy Red House. Egy fával, természetesen angolul, és most megnézzük, hogy milyen eredményt fog adni. Jó, sikeres! <kül> Ezt le lehet innen törölni, mondjuk itt az ebetűre rákattintunk erre. Nagy rosszat akartam, erre itt nincs szükség, erre a vonalra egy picit legyen nagyobb az ecset méret, így ez a vonal ide nem kell. Most látjátok azonnal az élőképet, ez a preview kép itt nem is kell nekünk, ezt most kicsit a hogy mennyire jó lett. Ugyanolyan gyors, sőt, még talán sokkal gyorsabb is a generálás, mint amilyen sebessége volt még a előző változatokban, tehát a konfújájal is ugyanolyan sebességet el lehet érni, mint amit elértünk az önálló futtatással, tehát gyorsabb is, mint ami volt a. Google Kolabos jegyzetfüzet esetén. Na, hát érdekes. Azt kell, hogy mondjam, néha érdekes alakzatokat vesz fel. 0.4-re visszamegyünk a default értékre. Hát akkor egy kicsit jobban követi azt, amit megadtam neki. Jó, legyen mondjuk ezen is egy ilyen nagy kapu. Hmm, jó lett. Jó, egész furcsa bejárata -e lett, de, de, de jó lett. Ide beírtam, hogy zöld fát szeretnék? Szerintem nem. Beírjuk hogy zöld fát szeretnénk, és mindjárt zöld fa lett, bár kinőtt mindenféle plusz itt a ház oldalán, de azért működik. Tehát látjátok, hogy nagyon sok demót lehet kipróbálni ebből, a confiui is használhatjátok, használhatjátok a Hugging face az önállóan működött, illetve a Google Kolabosat, mindegyik teljes értékű, tehát mindegyiket tudjátok használni ezt a elképesztően gyorsan rajzoló, valós időben rajzoló image-to-image turbo kutatási anyagot, ezt a modellt. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és ne felejtsétek el, hogy van az Emperium Pintja YouTube csatornának egy uh, Discord szervere is, és a Discord szerveren feltetitek azt a kérdést, hogyha valamiben elakadtatok, vagy akár megoszthatjátok a tartalmatokat, amit generáltatok, és szeretnétek megmutatni a többieknek, legyen az egy képhang vagy videó. Mindenkit szeretettel várunk! Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!